A szerves germánium csodái. Ebben a filmben a szerves germániumot szeretném bemutatni dr. Kazuhiko Asai japán kutatókönyve alapján. Maga a könyv sokáig tiltó listán volt, és tudomásom szerint ma is csak németül és angolul lehet beszerezni. Később ki fog derülni a számodra, hogy mi volt az oka a tiltásnak, és az is, hogy mára milyen új módszert alkalmaznak ugyanerre a problémára. Nevezetesen arra, hogy ne veszélyeztessenek egy igen gyümölcsöző piaci részesedést. Dr. Asai ugyanis a 70-es évektől kezdve szinte minden ismert betegséget képes volt szerves germánium oldattal meggyógyítani, a körömgombától az agylobig. Nagyon fontos tisztázni, hogy a germánium mint olyan se nem szerves, se nem szervetlen. A germánium egy elem, amely szerepel Mendelejev periódusos táblázatában. Azáltal, hogy más elemek kapcsolódnak hozzá, szerves és szervetlen vegyületek jönnek létre. A szervetlen germánium vegyületek mind mérgezőek, míg a szerves germánium egy nyomelem, mint a cink vagy a magnézium, amelyek közös tulajdonsága, hogy nagyon kevésre van szükség belőlük a szervezetben, az a kevés viszont elengedhetetlenül szükséges. Mendelejev még ekaszilícium néven vette fel a táblázatába, mert akkor még csak feltételezte ennek az elemnek a létezését. Csak 17 évvel később, 1886-ban fedezte fel Clemens Winkler, német tudós, és ő nevezte el aztán germániumnak a hazája iránti tiszteletből. A felfedezése nem vert fel különösebben nagy port, csak egy újabb bizonyítéka volt Mendelejev elméletének, de amikor az elektronikai ipar fejlődésnek indult, észrevették az elem félvezető tulajdonságait. A félvezetők azok az anyagok, amelyek nem vezetik olyan jól az elektromosságot, mint a fémek, de azért szigetelő anyagként sem használhatók. A félvezetők legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek leadni és felvenni az elektront. Ez a tulajdonság teszi a germániumot alkalmassá tranzisztorok és diódák gyártására, és ez keltette fel dr. Asai érdeklődését a biológiai hasznosítása felé. Ki volt dr. Asai? 1907-ben született Mandzsúriában. Az első diplomáját 1932-ben szerezte a Tókiói Jogi Egyetemen. Aztán a sors Németországba vetette, ahol bányamérnöknek tanult, és csak a II. Világháború után tért vissza Japánba. Ekkor bányaipari kutatásokba kezdett, és az volt a feladata, hogy talpra állítsa a japán szénbányászatot. Az egyik szénmintában mutatta ki először a germániumot. Némelyik szénfajta elég nagy mennyiségben tartalmazza. Dr. Asai elmélete az volt, hogy a szénbe a növények testéből kerül, és nem a talajból. Mint az köztudott, a szén az elpusztult növények testéből keletkezik. Ezt leellenőrizendő elkezdte a különböző növényeket vizsgálni, és azt tapasztalta, hogy azok a növények, amelyek a hagyományos kínai gyógyászatban nagy tiszteletnek örvendenek, igen magas koncentrációban tartalmazzák a germániumot. A teljesség igénye nélkül íme néhány ismertebb növény szerves germánium tartalma. A ppm mértékegység az angol parts per milliomból ered, vagyis az egész milliomod része. Az összefüggés egyértelmű lett számára, és utána már csak röpke 10 év munkájára volt szükség, hogy a laboratóriumában maga is elő tudja állítani. Végül 1967. novemberében sikerült először szerves germániumot szintetizálnia. Ez volt a germánium karboxi etil szeszkviroxid, vagyis a GS-132. Dr. Asai szerint minden betegség oka visszavezethető oxigénhiányra. Vagyis, ha végigmegyünk az ok-okozati láncon, eljutunk odáig, hogy kevés oxigén van jelen a sejt kifogástalan működéséhez. Ahhoz, hogy megértsük a szerves germánium működési elvét, ismernünk kell néhány alapvető folyamatot. A szervezet a működéséhez szükséges energiát a táplálék elégetésével szerzi. Ennek során széndioxid és hidrogén szabadul fel. A széndioxidot kilélegezzük, a hidrogén pedig vízzé alakul, amit aztán a vesék kiválasztanak, vagy izzadság formájában távozik. A szervezet normális funkciói közben keletkeznek sok szabad vegyértékkel rendelkező, nagyon instabil és mérgező oxigénvegyületek is. Ezek nem teljesen haszontalanok és károsak, hiszen az immunrendszer is ezeket használja arra, hogy a kórokozókat megsemmisítse. Viszont ha túl sok keletkezik belőlük,
A saját sejtjeink fehérjeit és nuklein savait, például a sejtmag DNS-ét is képesek megtámadni, ami már bizony kárt okoz. Ezeknek a sok szabad gyökkel rendelkező vegyületeknek a semlegesítéséhez is extra oxigénre van szükség. Ebből is látható, hogy viszonylag sok helyen van szükség az oxigénre. Azonban sajnos a helytelen életmód, a helytelen táplálkozás is extra oxigént igényel, amit a szervezetünk kénytelen máshonnan elvonni. Olyan ez, mint amikor egy háztartásban egyre több elektromos fogyasztót kapcsolunk be. Egyre több áram kell, egyre jobban pörög a villanyóra. És amíg van elég áram, addig nincs is baj. De ha elkezdene esni a feszültség, pislognának a lámpák, nem hűtene rendesen a hűtőszekrény, és nem menne a mosógép. Ha a vérben bőségesen van oxigén, csökken a sűrűsége. Egyébként már ezzel is csökken a magas vérnyomás. Ezért a hajszál erekben jobban eljut a sejtekhez, ezáltal is javítja az oxigén ellátásukat. De melyek az oxigén hiány okai dr. Assay véleménye szerint? Elsavasodás. A helytelen táplálék által okozott elsavasodás gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vérben extra adag hidrogénion kering, amit csak extra adag oxigénnel lehet onnan eltávolítani. Olyan táplálék fogyasztása, aminek a molekulái sok szabad vegyértékkel rendelkeznek. Ezek ugyanis előszeretettel kapcsolódnak oxigénatomokhoz, tovább csökkentve ezzel a szabadon rendelkezésre álló oxigénatomok számát. Dr. Assay véleménye szerint a karcinogén, vagyis rákkeltő vegyületek és a sok szabad vegyértéket tartalmazó vegyületek egy és ugyanaz. A stressz. Hans Seyle professzor megfigyelései szerint az állandó stressz olyan hormonokat termeltet a szervezettel, például adrenalin, amelyek szintén hozzájárulnak az elsavasodáshoz. Egereken végzett kísérletei bizonyították, hogy az állandó stresszben tartott állatok hamarosan megbetegednek és elpusztulnak. Amire dr. Assay készlett a szerves germánium oldattal, már komoly bajban volt. Ő ugyanis olyan súlyos reumában szenvedett, hogy gyakorlatilag fekvőbeteggé vált. Az orvosai nem biztatták azzal, hogy az állapota javulni fog. Ezért nem várt tovább, hanem saját magán próbálta ki, hogy a szerves germánium mire képes. A kezelés első néhány napjában csak enyhe javulást tapasztalt, de folytatta a kúrát, és már a tizedik napon fel tudott kelni, és egy rövid sétát tett a ház körül. Volt egy közelben lakó terapeuta ismerőse, aki akupunktúrával enyhítette időnként a fájdalmait. Ő volt az első külsős, aki tapasztalta, hogy ebből a modern orvostudomány által gyógyíthatatlannak tartott betegségből valaki néhány hét alatt teljesen felépüljön. És ő volt az első ember, aki a saját betegeinek is elkezdte adni a dr. Assaytól kapott szerves germánium oldatot nagy sikerrel. Amikor ennek elterjedt a híre, felfigyelt rá a hivatalos orvoslás, és betiltotta a használatát, lévén, hogy hiányoznak hozzá a szükséges engedélyek. Kénytelen volt hát elindítani az engedélyeztetési eljárást. Először azt kellett tesztelni, hogy a szerves germánium mérgező-e. Dr. Assay alávetette az általa szintetizált GE-132 vegyületet a szokásos toxikológiai vizsgálatoknak egy erre akkreditált intézményben, és azok kimutatták, hogy a szerves germánium teljesen ártalmatlan. Dr. Assay a biztonság kedvéért a napi adagját felvitte egészen 3 g mennyiségig minden gond nélkül. A legújabb egereken végzett tesztek azt mutatják, hogy ha egy 70 kilós emberre átszámítjuk, 238.000 mg szerves germániumot kellene elfogyasztania, hogy toxikus hatásról beszélhessünk. Ez 158-szorosa a maximális ajánlott értéknek. Figyelem, fontos! A szervetlen germánium vegyületek, amiket az elektronikai ipar használ, nem tévesztendők össze a szerves vegyületekkel, ugyanis az előbbiek nagyon is mérgezőek. Az idő rövidsége miatt nem tudom elmesélni a növényeken és a különböző állatokon végzett kísérleteit, de minden esetben látványos és nagyon pozitív volt a hatás. A növények ellenállóbbá váltak az extrém időjárás változásokkal szemben, a beteg vagy sérült állatok villámgyorsan gyógyultak meg. Nézzük inkább azt, hogy a szerves germánium hogyan működik. Ahogy azt már az elején elmondtam, a szerves germánium a félvezető tulajdonságai miatt könnyen kötődik bizonyos atomokhoz. Patológiailag bizonyított, hogy a germánium rákapcsolódik a vörös vértestekre, ami által a vér több oxigént képes szállítani. A hidrogén atomok is inkább a germánium atomjaihoz kapcsolódnak, gyakorlatilag a germánium helyettesíti az oxigént ezekben a folyamatokban. Így ezáltal is szabad oxigén keletkezik,
és a sejtek oxigén ellátása javul. Azokon a területeken pedig, ahol átmenetileg anaerób, oxigénhiányos környezet van, a germánium energetizálni tudja a sejteket, nagy elektromos potenciájának köszönhetően. Érdekes módon ezt érezni is lehet. Nagyon sok beteg arról számolt be az orvosnak, hogy amikor megitta a szerves germánium oldatot, különös meleg bizsergést érzett a testében. Az is nagyon érdekes, hogy ha egy teljesen lemerült autóakkumulátorba germánium oldatot öntünk, az autó azonnal indítható. Ez tudományosan nehezen megmagyarázható tény, de egészen biztosan annak köszönhető, hogy az akkumulátor feltöltődik a szerves germánium elektromos potenciája által. Egereken és embereken végzett kísérletek igazolták, hogy a hatására fokozódik az interferon termelés, ami a vírusok és a rák ellen nyújt védelmet. A germánium stimulálja a makrofágokat, amiknek az a feladatuk, hogy a szervezetünket megtisztítsák azoktól a sejtektől, amiknek hát semmi keresnivalójuk nincs ott. Mint a baktériumok, vírusok, rákos sejtek. A makrofágok megakadályozhatják, ha elég nagy számban vannak jelen, a rákos daganatok növekedését. Remélem, hogy eddig tudtál követni, és nem voltam nagyon unalmas, mert most rátérünk a kvantumfizikai magyarázatra is. Most már maradj a végéig, mert érdemes. A kvantumfizikai meghatározás szerint az ember egészen apró elektromos potenciállal rendelkező részecskék halmaza. A halál úgy is definiálható, hogy egy test elektromos potenciál nélkül. Egyre több orvosi műszer alapul azon, hogy azt a parányi elektromos potenciált mérik, amiből következtetni tudnak az adott szerv helyes vagy helytelen működésére. Minden szervnek megvan a saját normális elektromos potenciája. Ha ettől eltérőt mérnek, az az adott szerv betegségére utal. Kvantumfizikai síkon nézve, ha egy szerv elektromos potenciáját vissza tudjuk állítani a helyes értékre, a szerv normálisan fog működni. A rákos sejtek például bizonyítottan magas elektromos potenciállal rendelkeznek. Talán ez a magyarázata annak, hogy olyan gyorsan képesek az elburjánzásra. A szerves germánium pedig elektronokat köt magához, ezzel lecsökkenti a rákos sejt potenciáját és visszakényszeríti őket a normális működéshez. A szerves germánium ugyanazt a félvezetőkre jellemző viselkedést mutatja itt is, ami a tranzisztor vagy dióra gyártásban annyira fontos. Képzeld el, hogy a szerves germániummal érzésteleníteni is lehet. A fájdalom ugyanis elektromos ingerület, az elektronok áramlása, a fájdalom helyétől az agy felé. Az anesztézia működési elve az, hogy blokkolja ennek az elektron áramlásnak az útját. A fájdalom természetesen ott van, csak nem érezzük. A szerves germánium ezeket az elektronokat ugyanúgy magához tudja kötni, és az ilyenfajta érzéstelenítésnek semmilyen mellékhatása nincs, akár tartós alkalmazás esetén sem. Ez is egy dicséret a félvezetők orvosi alkalmazására, ugyanis a jelenleg forgalomban lévő több ezer gyógyszer között egy sincs, amelyik félvezető tulajdonsággal rendelkezne. És van még egy nagyon fontos tulajdonsága. Mivel félvezető és nem fém, nem gyűlik össze a szervezetben, hanem 20-30 órán belül kiürül. Ez különösen abban az esetben hasznos, amikor az évtizedek alatt a környezetünkből felvett nehéz fény már kitakarításáról van szó. Ezek az anyagok, például az ólom, a higany, a kadmium azért veszélyesek, mert hosszú idő alatt akkora mennyiségben gyűlnek össze a szervezetben, ami már mérgezést okoz. A szerves germánium magához köti a nehézfémeket, megtisztítja a vért és segít visszaállítani a helyes kém hatását. Majd a hozzá kapcsolódott káros anyagokkal együtt távozik a szervezetből. Ez a legnagyobb előnye a hagyományos gyógyszerekkel szemben, hogy nyom nélkül kiürül a szervezetből, nem marad vissza semmi, ami mellékhatást okozhatna. Dr. Asai azt tapasztalta, hogy a szerves germánium a legkülönbözőbb betegségek, de különösen az úgynevezett civilizációs betegségek esetén hatásos. Legyen a szív- és érrendszer vagy mozgásszervek betegsége, esetleg az idegrendszerrel összefüggő probléma, mint a Parkinson vagy az Alzheimer. A legcsodálatosabb az benne, hogy könnyen hozott enyhülést olyan esetekben is, amikor a gyógyszeres kezelés alig volt eredményes. És ez még mindig nem minden. Több elmélet is létezik arra, hogy mitől öregszünk. Az egyik szerint az úgynevezett amiloidok termelődése az ok. Ezek abnormálisan megváltozott, nem oldódó proteinláncok, amelyek a sejtek közötti térben raktározódnak, főleg a szívben és az agyban. És idővel egyre jobban akadályozzák a szervek helyes működését.
Egereken végzett vizsgálatok igazolták, hogy szerves germánium szedése mellett sokkal kevesebb amiloid keletkezik. Fontos megjegyezni, hogy dr. Asszály, aki vallásos ember volt, Isten ajándékának egy kicsit nem is evilágénak tartotta ezt az elemet, és soha nem tekintette gyógyszernek. Olyan eszköznek gondolta, amit a Teremtő adott az emberiségnek, hogy csökkenthessük vele a szenvedéseinket, és visszaállíthassuk az egészségünket. Az ő nézőpontjából a szerves germánium az az eszköz, ami aktiválja a szervezet öngyógyító mechanizmusát, hogy az meggyógyíthassa saját magát. A könyvében úgy fogalmaz, hogy a hit, a meggyógyulni akarás elengedhetetlen feltétele a sikeres gyógyulásnak. Dr. Asszály hangsúlyozza, hogy az egészséges életmód továbbra is fontos. A szerves germánium csak akkor tud segíteni, ha mi magunk is odafigyelünk magunkra. Ezek után azt gondolom, hogy téged is az érdekel, hogy honnan lehet beszerezni. Van egy jó és van egy rossz hírem. A rossz hír az, hogy az eredeti GE-132-t, a germánium karboxietil szeszkviroxidot csak Japánban árulják, és a jogszabályok tiltják a behozatalát Európába. Van olyan ismerősöm, aki kétszer próbálta meg behozni, és mindkétszer megbüntették 1500 euróra, és természetesen elkobozták az anyagot is. A GE-132 42%-ban tartalmaz germániumot, és a táplálék kiegészítőkhöz sorolták. Az interneten természetesen találni weboldalakat, ahol szerves germánium készítményeket árulnak. A kérdés csupán az, hogy azok mekkora százalékban tartalmaznak szerves germániumot, ha nincsenek betiltva. Én arra tippelek, hogy azok nem igazán veszélyeztetik a gyógyszerlobbi bevételeit, hiszen még a 17%-os szanogermánium és a 10%-os germánium laktocitrát is beszerezhetetlen földi halandók számára. Az én szerves germánium forrásom a Ganoderma lucidum, a pecsétviasz gomba. A Földön ebben a gombában található meg a legnagyobb százalékban a szerves germánium. A DXN cég kétféle Ganoderma készítménye közül a micéliumból, a fiatal gombafonalakból készülő GL kapszula négyszer annyit tartalmaz, mint az RG, ami az érett gombatestből van. Ez a forrás biztos, a minősége kiváló, és a hatásait 2011 óta tapasztalom mind magamon, mind pedig másokon. Kezeskedem érte. Ráadásul az ára minden ember számára tetszés szerint csökkenthető, ha tesz érte. Dr. Asszály könyvében az szerepel, hogy táplálkozási szokásoktól függően átlagosan 1-3 mg szerves germániumot tudunk az ételünkkel felvenni. Az ajánlott dózis viszont 20-1500 mg lenne. És 20 mg alatt nem lehet javulást várni. Nem tudok hivatalos adatokat arról, hogy például egy GL kapszula pontosan hány mg szerves germániumot tartalmaz, de napi 4-6 szem már érezhető javulást szokott hozni. Ha tenni akarsz a saját egészségedért, és nem Japánban élsz, akkor hagyj üzenetet és segítek.